Holnap Pécsett regionális fórumot tartanak, amelyen szó lesz a gazdasági minisztérium frissen elkészült stratégiai koncepciójáról is, valamint itt adja át Sikán Attila, a tárca vezetője az ISO 9001-es minőségbiztosítási tanúsítványt is. Erről beszélgetünk tehát a fórumról és erről a szabványról stúdió vendégeimmel, Sikfői Tamással, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara titkárával és Herbert Gáborral, minőségügyi vezetővel köszöntöm Önöket a stúdióban. Én és szerintem még sokan mások is úgy értelmezik az ISO 9001-es tanúsítványt, mint egy olyan okiratot, ami azt szavatolja, hogy az adott intézményben mindent megtesznek azért, hogy az output-et, a kibocsátás minősége a lehető legmegfelelőbb legyen. Viszont arról eddig még nem szól a fáma, hogy hogyan sikerült a végeredmény. A dolog arról szól, hogy amikor sikerül a rendszert úgy képíteni, hogy ez rendesen működik, akkor valóban olyan szabályozottan kell, hogy a folyamatok lezajlódjanak, hogy mindig megfelelő eredményű legyen az, amit tőlünk az ügyfelek elvárnak. Nyilvánvalóan mindenhol fordulhatnak elő hibák, ennek a rendszernek azt is szavatolnia kell, hogyha ilyen hibákkal találkozunk, akkor mi ezeket a hibákat igyekezünk kijavítani, és megtaláljuk az okát leginkább, hogy mi okozta a hibát. Mennyivel tudnak többet azok az emberek, azok a dolgozók, elkezdve az egészen egyszerű munkástól a felső vezetőkig, a mindennapi munkájukról, mint azok, akik nem rendelkeznek ezzel a szabvánnyal? Tulajdonképpen attól, hogy le van írva pontosan, hogy mit kell végezni az embereknek, ettől gyakorlatilag egy mindennapi útmutatójuk van, ha így tetszik, ami mindenkinek a számítógépén elérhető a kamarában, hogy pontosan mit kell végezni egy munka során, és ha nem egy rutinos munkafordulat érkezik, akkor is tudni kell, hiszen ebben az eljárás leírásban mindenre igyekeztünk gondolni, és ha nem, akkor következik ez, hogy a hibát ki kell javítanunk, tehát a rendszert igazítanunk kell a mindennapokat a váratlan eseményekhez is, hogy következőre már ez ne okozhasson a munkatársaknak problémát. Mennyiben érzi hatékonynak ennek a szabványnak az alkalmazását? Tudni kell azt, hogy nagyon gyorsan fejlődött a kamara, tehát 3 év alatt infrastruktúráját ki kellett építeni, és rengeteg feladatot kellett ellátni. Kellett egy olyan reguláló eszköz, amely biztosítja azt, hogy ilyen gyors növekedés mellett sem esik szét a szervezetem, összefogott hatékonyan működik. Ez az ISO 9001-es szabvány erre kitűnő lehetőséget adott. A fórumon szóba kerül az a gazdasági koncepció, amit mostanában állítottak föl, és várhatóan április környékén fogadnak majd el, de ezen túl regionális problémákról is szó lesz. Ön milyen problémákat emel neki? Én azt hiszem, hogy meglehetősen lerágott csont a régió infrastruktúrás helyzete. Minden a mai napig érdemi döntések nem segítik, vagy a központi döntések az infrastruktúrális kapcsolatainkat. Ez rendkívül fontos. Nagyon fontos, hogy ennek következtében az új beruházások egyre kisebb hányadában részesül a dél-dunántúli régió. Rendkívül fontos lenne az, hogy a délszláv határ menti gazdasági kapcsolatokat ösztönözni tudjuk. Ezzel kapcsolatosan például államközi szerződés kellene Bosznia és Magyarország között, ami szavatolja a beruházásokat és a két oldalú kereskedelmet. Tehát jócskán vannak olyan kérdések, amik speciálisan a dél-dunántúl 3 megyét érintik. Érdekegyeztetésre is sor fog kerülni most, illetve javítani ennek az érdekegyeztető rendszernek a mostani formáját. Van-e probléma, illetve hogyha igen, tehát miért van szükség egyáltalán erre a reformra? Annak idején az érdekegyeztető tanács egy meglehetősen válságos időszakban állt fel, aminnyáján emlékszünk a taxis blokkádra, és attól kezdve a szereplői, illetve az érdekegyeztetés folyamata igazából sok jelet kapott, és a szerepei nem voltak egyértelműen tisztázva, nincs meg, semmilyen választás nincs, például a szakszervezeteknél volt régen, hogy melyik érdekképviseletek vehetnek részt ebben. Vita van abban is, hogy érdekegyeztetés rendszere mire korlátozódjon, társadalom és a gazdaság minden kérdésével foglalkozzon, vagy csak a munkavilágára. A kamara azt a vélemény képviseli, hogy az érdekegyeztetési tanácsnak, vagy annak az jogutódjának a munkavilágára kell korlátozódnia. Hogyan befolyásolja, illetve befolyásolja egyáltalán ez a fórum a kamarának a mindennapjait, a munkájukat? Hát két oldalról befolyásolja, hogy minden ilyen alkalom lehetőséget ad arra, hogy a vállalkozások, a gazdaság közvetlenül megfogalmazzák igényeiket és problémáikat a döntéshozónak. Ez számukra is fontos, hiszen nem csak a miniszter úr fog jegyzetelni, hanem mi is. Másik oldalról pedig a miniszter úr találkozni fog, remélem, a helyi gazdasági lobbival, a lobby erejével, a lobby által felvetett gondokkal, amivel igen, ezen lehet kijelenekom akkor kitérni, tehát új programok, új fejlődés indulhat egy-egyen találkozottan.
Hány cég fogja most megkapni, visszatérve az ISO szabványra, ezt a minősítést, és jelent ez a város történetében, gazdasági, társadalmi, kulturális életében olyan változást, ami számottevő? Én úgy gondolom az, hogy a holnapi napon a Pécsi Hőerőmű és a Pécs-Berányi Kereskedelmi Iparkamara megkapja ezt a tanúsítványt. Mind a két szervezet olyan nagy hangsúlyjal vesz részt a város életében, hogy ennek biztos, hogy jótékony hatása lesz a város életére és a város polgárainak az életére. Én gratulálok az elismeréshez és a holnapi napra, sikeres munkát, sikeres érdekegyeztetést kívánok. Köszönöm szépen.